Ajajajajaj. Hello mindenkinek, én vagyok a Hubkapi, aki nem tudná. És ugye már mindenki tudja, gondolom, hogy egy kicsit a Merci az egy kis reworköt kapott, szóval átalakították, nem is gyenge, és most ezeknek szeretném a képességét bemutatni, illetve elmondani egy-két szóban, hogy miért is kellett ezt már megcsinálni. Na szóval, elsőnek is rögtön a képességekről menjünk. Már most az előzmény még nem kell, mert azt már gondolom mindenki tudja, hogy kikinek az apja lánya volt. Ezért rögtön menjünk be a képességekbe, azaz a spellüzésbe. Na szóval, elsőnek is ami fontos, hogy megváltozott az E-je, mert idáig nem volt, most már van egy S-spellje, ami nem más, mint hogy újra tud egy darab hűst éleszteni, egy darab csapattársat, ellenfelet nem tud, csak csapattársat újra tud éleszteni. És hogy te választod ki, hogy kit is akarsz újraéleszteni. Szóval igen. Na, akkor ugyanúgy megmaradtak a fegyverek, van egy ilyen kis pisztolyunk. Igen, hogyha headshotot adunk neki, ugyanúgy meghal az ellenfél, szóval ugyanúgy erős van. Illetve van egy ilyen varázspálcánk, amivel lehet a móz egyel, vagy attól függő, melyik is a bal ez, akkor a bal egy egérgumban lehet hílülni. Hogyha van valahol egy csapattárs, mindjárt keresünk, hogy mutatom, hogy kell. És ilyenkor ki is írja a friendly botot, mert ezek botok, hogy ezeket hidrom. Ha megnyomom a jobb egérgombot, akkor damage-et adok neki, azaz felerősítem egy kicsit, ugye? Ennyi a régiben is itt volt, és itt lehet látni, hogy meghalt egy bot. Föl kell. És ha megnyomom az E-t, akkor így föléleztem. Igen. És nekik érezheti, és most a Q-ja is az útja is az, hogy tud resetelni. Nem. Az elvették, mert most már nem tud rüzetelni, mert nagyon sok Merci játékos mondta azt, hogy nem tud úgymond elmenekülni, mikor bemegy egy fightba, akkor nagyon úgymond, hogy kegyvesztett, szóval magára van hagyva, és akkor senki nem segít neki, nagyon könnyen meghal. Ezért a Blizzard meghallgatott többek között engem is, mert én is írtam nekik egy levelet, hogy ami volt, hogy akár 5 embert is újra lehetett éleszteni, az nem elég úpi volt, mert igazából kb. Semmi sem értek el vele. Helyett csináljon egy olyat, hogy a Merci minél tovább tudjon healelni embereket, illetve damage-öt adni. Ezért átalakították a Q-ját, a shift-je az megmaradt, szóval az kicsit ne ugorjunk ennyi előre. Húzamat idegeteket egy kicsit azért, szóval a shift-je megmaradt, hogy oda tud repkünni a társához, és akkor tudja hilülni. Szóval igen, látjátok? Ez ilyen nagyon hasznos dolog, szóval ezt nem változott. Ezt újraéleztem és lövés. Na szóval. A kúja mi is tett ezáltal, mivel ugye az nagyon sokan értek úgy, de szar volt az, hogy lehet 5 ütemet vezetelni, nem is annyira jó, mert igazából uszer lesz. Helyette sokkal jobb lenne az, hogy el tudnánk menekülni a helyszínről, és később visszatérni, és folyamatosan hilülni a csapattársakat. Na szóval. Bejövöm a kút, és akkor megmutatom, mire gondolok. Például, itt van robot, itt vannak, és rám támadtak. Én nyomok egy kút, és akkor elkezdek szállni, szállunk a dollal. És így szállok, és így el tudok menekülni olyan helyre, ahol engemet nem tudnak lőni. És a pisztoly nem fogja lőszer a pisztolyból. Folyamatosan tudok lőni. Folyamatosan tudok lőni. Én vagyok az új Rambo. Rambo. És igen, és ilyenkor elmúlik, és akkor visszaállunk. Szóval igen, el tudunk menekülni, szóval ez egy X-kép, azaz menekülési úti. Ugye szinte mindegyik hűsnek van valami spellje, neki ez lehet, neki az útja. És szerintem ez sokkal hasznosabb, mint a régi, ami volt. Na mindegy, ennyit akartam nektek, hogy most már ez már van a teszt szerver, ez még nem éles, ugye többek között engem is a bizárt mondta, hogy teszteljem le, hogy mit úgy kéne. Például szerintem a headshotra eléggé sokat ő damage-ül, nézzétek meg. 1, 2, 3, 4 lövés, azt meg is hal. És az úti azt meg jó, mert tudunk szállni. Na, ennyi lett volna ez egy kis rövid videó. Sziasztok, és akkor a melciményeket várok. Bár sokan lesznek most. Na mindegy, majd túléljük. Sziasztok.